Idén 7. alkalommal rendezték meg a Made in Pécs Fesztivált. Január 8-án több mint 600 zenész mutatkozott be a nagy közönség előtt a Baranyai megyeszékhely belvárosában. A 150 pécsi és 6 vendégzenekar 20 perces minikoncerteket adott több vendéglátóhelyen. 7 helyszínen követhették figyelemmel a fellépőket az érdeklődők. Ezúttal minden eddiginél többen látogattak el az eseményre. Ugye idén a Covid védettség ellenőrzése miatt karszalagoztuk a vendégeket, szóval viszonylag pontos számadokat is tudunk mondani. Majdnem 5000, ilyen 4700 körüli ember vett részt az egész nap alatt a helyszínek összességében, vagy összességén, úgyhogy talán minden eddiginél sikeresebb fesztivál zártunk. Az együttesek vagy a szóló produkciók professzionális körülmények között kaptak bemutatkozási lehetőséget, műfajtól függetlenül. A könnyed, akusztikus dallamoktól a rockzenéig rengeteg stílus közül válogathattak az érdeklődők. Szinte végig teltházas koncerteken vehetett részt a közönség, az együttesek pedig minden évben egyre együttműködőbbek. Nagyon komolyan veszik már a zenekarok, szóval ez egy tök jó fesztivál szervezőként nézni, hogy mindenki készül rá, komolyan veszi, betartja ezt a 20 perces idősávot, egyre profibban. Tehát az amatőr zenekarok, és ez fontos is, hogy így is maradjon, de a lebonyolításban viszont egyre inkább partnerek, szóval szépen gurult az egész nap. Az idei fesztivál különlegessége a vendégzenekarok. Többen ugyanis Debrecenből érkeztek, akik látva az itteni jó hangulatot, saját városukban is szeretnének ehhez hasonló eseményt rendezni, amiben a pécsi szervezők nyújtanak majd segítséget.